Egy hónapja írta alá Orbán Viktor miniszterelnök és Dénes Sándor polgármester a Modern Városok programot. Ennek egyik pontja egy sport és kulturális célokra is hasznosítható csarnok felépítése. A sportért felelős helyettes államtitkár megkeresésére a munka elkezdődött Nagykanizsán. A keleti város részt választottuk, ott van egy önkormányzati terület a túri város részben, a Kanizsa centrum szomszédságában, itt valósulna meg. Ez egy 3000 fős befogadó képességű csarnok lenne, előzetesen, de ez még becslés, hiszen nincsenek kész tervek, ez olyan 4 milliárd forint körül lesz. A multifunkcionális csarnok felépítése a következő évek egyik nagy feladata lesz.